Az 1924-ben alapított kapuvári húsgyár hazánk egyik legnagyobb húsfeldolgozó üzeme volt, azonban a rendszerváltás követő években fokozatosan csökkent a szerepe, végül 2012-ben csődbe ment. De vajon mi vezethetett idáig? A két világháború között szépen fejlődött az üzem, a II. Világháborút követő időszakban már szállított termékeket Angliába, de a Kádár rendszer alatt Nyugat-Európától Amerikáig exportáltak békönt és sonkaféléket. A 90-es években heti 200 tonnás készítmény export ment ki a gyárból Oroszország nagyvárosaiba. A hatalmas területen elfekvő kapuvári húskombinát, melynek csak a vágóhídja nagyobb volt, mint egy futballpálya, az ezredfordulóig Magyarország hús exportjának jelentős részét adta. Csak a szeletelt békönből három műszakban napi 20 tonnát állítottak elő, ez több volt, mint az ország összes húsüzemének termelése együttvéve. De mi történt ezután? A követhetetlen tulajdonosváltások, a vissza nem fizetett hitelek, a ki nem fizetett beszállítók és az egymás követő rossz vezetői döntések hamar a csőd közelébe sodorták a gyárat. Kapuváron először 2003-ban állt le a gyár, ekkor közel 1000 dolgozó került az utcára. Az üzemben megszűnt a békön és a sonkagyártás, csak a sertésvágás és a darabolás maradt, ami már csak 400 embernek adott munkát. A 2004-es EU csatlakozás után megszűnt a húsipari exporttámogatás, ami szintén nagy érvágás volt a húsüzemnek, de persze a 2008-as világválság sem jött jól. A termékekre rakódó 27%-os áfa pedig kifejezetten nehéz helyzetbe sodorta az egész iparágat. Ha részletesebben akarsz olvasni a bezárás okairól, a leírásban lévő linken megteheted. Míg a 90-es években akár napi 1200 sertést is feldolgoztak, ez a szám az utolsó években alig közelítette meg a 60-at. 2012. szeptemberében már akadozni kezdett a folyamat, a dolgozókat egyre kevesebbszer hívták be, és többször nem is fizették ki őket időben, ezért tüntetni kezdtek a gyár előtt. Tudni akarták, hogy mi lesz a sorsuk. Azért vagyunk, hogy azt szeretném megkapni fizetést. A kapuvári húskombinát dolgozói azt mondják, hogy egyértelmű jelei voltak annak, hogy valami nincs rendben a gyár körül. A korábbi 800-1000 helyett az utóbbi időben már csak 100-200 sertést dolgoztak fel naponta. Kamionok nem lettek kifizetve, jött az áru, visszament az áru. Várni kellett az árura. 9-re kellett jönni dolgozni, aztán lett belőle fél egy, úgyhogy a bizonytalanság az továbbra fönnáll. De hát bízunk benne, hogy a cég újra indulni fog. Fizetésünkkel jöttünk volna, már az 10-e lett volna, ma még már 12-e, de senki nem tud róla semmit. Ígérnek valamit? Hát ígéret, ez mindig volt. Minden nap várjuk, mikor szólnak, mikor jöjjünk, hányra jöjjünk, hányan jöjjünk. Itt dolgozott a családom, az apám, az apósom, a férjem, a gyerekeim, minden. A családom tagja, a testvéreimtől mindig dolgoztunk. Mivel a gyár nem tudott teljes kapacitással dolgozni, ezért az egységnyi mennyiségre eső rezsiköltség óriási volt. Az akkori üzemvezető így fogalmazott. Ott, ahol hetente 1700 disznót lehet levágni, nem lehet heti 300-zal gazdaságosan működni. Ebben az időszakban a gyár jelentős figyelmet kapott a média által, több szakértőt és politikust is megkérdeztek a témában, mindenki a gyár megmentéséről és a ki nem fizetett dolgozók bizonytalan helyzetéről beszélt. Ekkor még volt remény. A vizsgálatokból azonban kiderült, a húsfeldolgozás nem indítható újra, mert a cégnek nincsenek meg a megfelelő erőforrásai, a ki nem fizetett partnerek bizalma pedig mélyen megrendült a gyárban. Befektetőkkel lettek volna, de ilyen előélettel alig ha találtak volna bárkit is. A húsüzem nyakig ült az adósságban. 2012 őszén megkezdődött a csoportos létszámleépítés, mely során a dolgozók készhez kapták a felmondó levelüket. A több milliós értékű gépek és berendezések nagy részét flexzel levágták, és más üzemekbe szállították. Innen már nem volt visszaút.
Menjenek be oda hátra a békonüzembe, ami az ország legmodernabb, legnagyobb békonüzeme volt. Menjenek oda, forgassanak ott, hogy mi van ott. Menjenek be a löntyüzembe, amiben évi 5 millió löncsöt gyártottunk évente. Menjen be, nézzenek, hogy mi van ott. Filmezzék le, mutassák be azt a gaztettet, amit a Leisinger Tamás úr csinál. A darálók, hogy tudja, ilyen magasok a darálók. Levágták gyűrésszel a lábait, a lábok benne állnak a betonban, mert még arra is fogták voltak, hogy kivegyék a lábokat, ott állnak benne. Így lerombolta az üzemet. Sok komolyos a szombatunkban belkerült, meg munkabérünkbe, hogy akkor most kevesebb lesz a pénzetek, mert venni kell gépet, így meg úgy meg amúgy. Ez ment egy életen keresztül nekünk. Utána idejön egy picsúr Győrből, és akkor tönkreteszi ezt az üzemet. Levágja a gépeket, flexel vágják ketté, a hoxistülőszekrényeket, gondolkodjuk. És mikor mi szóvá tettük, azt mondták, hogy magántól, hogy most csináljátok. Könyörgöm. Szinte teljesen kiürült a kapuvári hús ZRT üzeme, és a fűtés sem működik már. A felszámolás alatt álló gyárban már csak 30-an dolgoznak. Az itt maradt alkalmazottak is csak a műszaki felügyeletért és a vagyonvédelemért felelnek. Kapuvár neve ismerősen csenghet itt a csatornán, ugyanis pár évvel ezelőtt készítettem egy videót a húsgyártáke pályájáról, ahol még egy volt dolgozóval is találkoztam, aki hajléktalanként élt a feleségével az épületben. A tekepályát nem sokkal a forgatás után lebontották. A gyára bezárása után hosszú évekig funkció nélkül állt, míg nem 2018-ban megkezdték az épületek lebontását. A bontás megkezdésekor az egyik épületben milliós értékű gépek álltak, ezeket egyszerűen elbontották az épülettel együtt. Ott jártamkor már megkezdődtek a munkálatok, ezért óvatosan, észrevétlenül kellett az épületek között mozognom, így csak egy GoPro kamerát vittem magammal. Rengeteg anyagot hoztam össze, így a videóban nem fogok mindent beletenni, ezért érdemes csatornatagnak vagy Patreon támogatónak lenni, ugyanis itt láthatjátok majd a kimaradt felvételeket, és persze elmesélem, hogy milyen volt éjszaka visszamenni a gyárba. Na, gyerekek, amíg meg nem találom a beutat befele, addig ez egy ilyen mázsázó, hogyha jól látom. Ott is van egy ilyen mérleg. Ez a délnyugatibb sarka a telepnek. Ugye, hát azt nem tudom pontosan jól mondom, de ez volt maga a vágóhíd. Innen jöttek ki ugye a... fordítva. Igen, mert ugye hozták a húst feldolgozásra, tehát beállt a kamion, ide behajtották az állatokat, szépen itt lemérték, ez egy ilyen nagy mérleg volt, mint a kamionoknál, és akkor mehettek be oda, ugye a vágóhíd, ha jól tudom, ez a vágóhíd része. Be is nézhetnék, csak ugye szemben van egy kamera, és nem tudom, hogy működik-e. De valószínűleg nem, mert akkor már észrevettek volna. A gépkocsi mosása és fertőtlenítése kötelező. Még van egy ilyen régi rádió is. Így van. Na, most visszamegyek valahogyan.
mint a disznók. Megpróbálok keresni egy bejáratot. Ez lett volna a vágóhíd. Ah, igen, itt voltak a disznók. Ide jó lenne bemenni és végigmenni. Sajnos le van zárva. Talán még itt fel tudnék mászni a villámhárítón. Meg a fán. Basszus. Nehéz menet lesz. A tetőn, de nem tudok lemenni. Nincs semmi létre, basszus. Addig szünet, amíg kitalálom, hogy mi legyen. Nem tudok tovább menni. Zsák utca. Nagyjából 20 perc telt el, mire megtaláltam a lefele vezető utat, csak hogy a lépcső pont szembe volt a Porta épülettel. Olyan, mint egy számítógépes játék, hogy van egy csomó ajtó, és meg kell találnod, hogy merre kell tovább menned. Durva. Itt voltak bent ugye a sertések, és tök jó etetőjük volt ugye, ugye a csövön keresztül jött ilyet már. Láthatatok az egyik videómban, itt lesz fent jobbra, most nem tudom mi a címe. Az egy ilyen sertéstelep volt. Jött a táp, ott is. És tudtak kajálni. És ugye szépen el tudtak folyni a hátra maradó anyagok. Meg a pisi. Most már csak azzal reménykedem, hogy ki tudok menni a végén, basszus, mert ha nem, akkor ez megint egy zsákutca.
Ó, bakker. Kinyitották. Ugye, oda is hozzá lehetett zárni. Itt jött a disznó. És akkor ide be is tudott menni. Emberek pedig bezárták. Ennyi. Na jó, keresnem kell még egy kiállatot innen. Rohadt nagy hűtőkamrák. Mi az? Sóraktár. Szennyezett övezet. A feldolgozó üzem. Üttek szalagon. Kissé el van kopva ez a kés. Ez direkt ilyen?
Ezek mik lehetnek? Azt nem tudom. Sajnos nem vagyok otthon a húsiparban. Sült krumpli sütő? Hogy ez mi a fene? Be lehet állítani a hőfokot. Inhalt 2001, akkor készült talán. Thank you.
Jó sok fém hulladék van. Basszus. Fűtőtestek, ha jól látom. Tartályok. Lift darabok. Hűtők, sütők. Vagy hűtők, sütők, na. Ide kéne benézni. Mit szóltak? Hogy innen nem fogunk tudni bevenni az épületbe. Király. Hát nem. De legalább jól néz ki. Mi basszus? A poroltókészülékek. Hú. Mennyi féle? Az komoly. Ezek a hangok, te... Forró víz előállító. Aha. Azt olvastam, ez pedig a kazánház. És az zörög valami. Kapcsolati vázlat, műveleti sorrend. Nagyon durva, mekkora urbexes.
Csókolom. Bocsánat, kéne egy kis forró víz, hogyha nem gond, mert szeretnék lefürdeni. Baromi jó gyurbexelni, baromi jó. Szívesen fölmásznék, de egyből észrevesznek, azt tuti. Tehát ezt most hanyagolni fogom. Nem lenne rossz kilátás. Még a gyárnak a címke is rajta vannak. Kapuvári hús. Gondolom azok mennek eladásra. Még működőképesek lehetnek. Ott voltam fent. Kavics szűrő. Nyers szivattyú. Fővárosi műanyagipari vállalat, Rózsa Szent Márton. Gyártási év 1987. Edény tömege, edény mérete nincs ráírva. Miskolci gép. Diósgyőri gépgyár. Portaépület. Benézzünk oda?
Oda tudunk sétálni. Go! Nem volt kicsi portaépület. Tíz fillér. Hopp. Ez itt egy fotó. Vajon mirevel? Gyár egyik gépéről. Kulcsok, 20 fillér. Szokásos módon nem maradhat el a fillér sehol sem. Hát a gyárba elengedhetetlen. Az alkoholszonda sárga színű reagensének színváltozásai az ittasság fogától függően sárga barna zöldsárga zöld kékes zöld 0,8 felett. Gyárban. Ez mind az. Így néz ki. Alkohol szonda. Komoly. Itt is vannak hűtőszekrények. Aha. Magyar termék, kapuvári hús, prémium minőség, hazai alapanyagból. Még az ára is itt van. 1699. Hú, milyen gép darabok vannak itt, azt a rohadt élet. Mindent szétkaptak, amit csak tudtak. Ha. Ja, volt elválasztó fal, azért furcsálottam volna. WC. Látom embereket mozogni. Bár most dél van. Lehet, hogy mindenki tart egy kis kajaszünetet. A tetőszerkezet is hiányos eléggé. Lehet, ez volt a ebédlő.
Nem is tudom. Majd nyilván úgyis lesz olyan ember, aki itt dolgozott, az mindenképpen írja kommentbe, hogy a szokásos, mikre emlékszik, milyen volt itt dolgozni, vagy hogy csak gyárlátogatáson volt akár, mint például a Parácsvasvári üveggyárban volt ilyen rengeteg komment, hogy gyárlátogatáson volt ott XY évben. Visszamegyek onnan, ahonnan jöttem. Oda. Azt a középső épületet még megnézem. Középső részén. És utána kéne átmenni abba. Aztán végén lesz egy irodaépület, ami szintén nagyon necces. Eddig is sok anyagot készítettem, nem is gondoltam volna, hogy ennyit tudok. Szóval így is szerencsének mondható ez a történet. De hogyha mindent meg tudnék mutatni, akkor lennék a legboldogabb. Meg hát gondolom ti is. Cserkúti mezőgazdasági és élelmiszeripari gyártó és szolgáltató vállalat. Gyártási év 1981. Thank you.
Ez egy ilyen óriási nagy feldolgozó helyiség. Ezt már azért lehet látni. Na, ugyanez volt az előző helyiségben is, csak kicsit kisebb. Azt hiszem innen van videó is a YouTube-on, hogyha jól emlékszem, valahol itt. Ez az úgynevezett darabolóvonal, itt tulajdonképpen a vágóhidon levágott és két félbe előkészített fésertéseket a daraboló vonalon 5 fő darabra szétszették, Csonka, Lapocka, Karaj, Tarja, Császár, és ezen az útvonalon elvégezték azokat a munkákat, amiből tulajdonképpen konyhakész alapanyag, bármilyen formába. Gyerekek, mit találtam? A húsgyár utolsó mementója. Ezt kapjátok ki. Egy csont. Na, szerintem menjünk tovább. Ebben az épületben. Azért ezt megnéztem volna a működés közben. Ott megyünk tovább. Átkommandózzuk.
probléma, hogy itt van mellette a porta, meg az őr, kb. 20 méterre innen. Látom is, szóval ezt nem játsszuk be, megyünk visszafele. Az van, hogy visszajöttem és megpróbálkozzak azzal a híddal ott átmenni a porta fölött, mert csak az visz át abba a másik épületbe, feltéve, ha nyitva van, szóval ez egy érdekes kísérlet lesz. De előtte találtam még egy épületet, ami nyitva van. És elég jól néz ki. Hú. Na srácok, itt vagyok kint újra. Itt van egy mérleg, meg itt is van egy, ez kicsit rosszabbul néz ki. Itt van a mutatója. Tök jó. Hódmezővásárhely. Ez kár, hogy szétcseszték. Tök jó lenne. Na, itt már voltam. Ugye, itt jöttem be valahol. Fő épületet kéne megnézni valahogyan. Csak elég necces. Itt voltam bent, igen. Azt kéne megnézni. Így jöttem le. Időközben visszamentem a folyosóhoz, de a végén lévő ajtó zárva volt, így hát a legneccesebb utat kellett választanom. Majdnem 200 métert kellett sétálnom szemben a portával. Végül sikerrel jártam, bent voltam az épületben.
tudsz, még itt van, gyerekek. Evőeszközök. Tök jó. Ez tök zsír. Angliai. Angol pohár. Tök jó. Ez volt a konyha. Szép tányérok pedig. Szintes. Azt hittem több. Aha. De jó, vannak tálak is. Hát ez volt az étterem. Olyan, mint ha elkezdték volna újjáépíteni. Tök szép. Thank you.
mikrofonálvány. Thank you.
Oldenburg. Ez nagyon tetszik, ilyet nem először látok. Ilyen volt a Fület Hotelben, mert még több régi építésű szállodában is még ilyen van. Ez ilyen üvegből van, ez a kilincs, tök jó. Tanúsítvány 2011-ig. Minőségpolitika. A húsipar történetét Kapuváron 1924 óta számítjuk. Tök jó. Itt a sztori. 2005-ös. Román Gyula vezérigazgató. Látom, itt már be vannak csomagolva a cuccok. Ez orosz. Nagyon komoly. Vitás honka. Aha. Itt volt laboratórium. Sőt, méregraktár is. Nagyon komoly. Basszus. Egyszer voltam elhagyatott kémiai laborba. Nagyon durva. Hát kémia tanterem szak van, azt most megmondom. Hamisíthatatlanul. De komoly. Itt is egy ilyen mérleg. Nagyon komoly. Erre nem számítottam. Kémiai labor. Tele vannak. Hú, milyen tipikus kémia teremszag van. Annyira tipikus.
karbantartva 2003. NaOH, nátrium valami. Nagykanizsai gépgyára, Nagykanizsa. Nem számítottam, hogy ennyi mindent fog itt találni. Itt is van, jaj. Mind üvegek, etanol. Hát kíváncsi vagyok ezekkel, mi lesz. Itt még több. Azt a rohadt élet. Nem látjátok, várjátok. Talán kicsit jobb. Műszer, basszus. Gumicsövek. Ecetsav. És a lényeg, a disznó. Üres. Na. Vajon még lehetnek ezek, ki tudja. Ez elég komoly volt, csak az a probléma, hogy mindjárt le fog merülni ez az aksim is, és nincsen több. Szóval most kikapcsolom, és körbenézek, hogy milyen érdekesség van még itt, amit fel lehet venni. És nagyjából ez lesz az utcsó épület, ez lesz a videó vége. Itt láttam egy kifele menő ablakot, szóval nem muszáj visszamennem, szerencsére, 50 fillér. Itt nem fogok kimenni a konyhánál, hogyha szerencsém van, ki tudok mászni. Hát itt vagyok a második szinten, illetve a legfelső emeleten. Hát ilyen tartályok, hűtő, szervezhető berendezések vannak itt. Itt pedig öltöző. Esetleg aki itt dolgozott, az lehet felismeri a saját kis öltöző részét. Herceg Józsefné takarító. Ez micsoda? De cuki. Egyet Ferencné. Magyarné. Sas Erzsébet, Horvát Vendelné. Ja, igen. Újonnan jött dolgozóknak.
Ez egy kvarc Claudio karóra. Ja. Ja, ez csak ilyen bóvé. De ez durva. Valaki itt hagyta az óráját. Nem tudom, ki volt, hogy egy... Beszéljétek meg egymással, jó? Beszéljétek meg. Ti dolgotok. Itt lesz a 44-esben. Konkrétan kisapakoltak, cipők, ruhák. Hú, de jó kis. Belező. Ez de jó. 1988 magyar Vöröskereszt 20 forint. Tök jól néz ki. Nem tudom, nagy látószögből mennyire látszódik. De ez egy bélyeg. És ugye a WC meg a zuhanyzó. Ennyi. Tehát akkor ez volt a férfi öltöző, függetlenül attól, hogy több nőnevet is olvastam, vagy lehet, hogy közös volt, nem tudom, ezt majd írjátok meg. És itt pedig szinte csak női nevek vannak. Tehát lehet, hogy ez volt inkább a női, ez meg a férfi. Lászlóné, Csizmadia Lászlóné, vagy mind a kettő női volt, ez egy ilyen női részleg volt, nem is tudom. Tehát kettő nagy öltöző, végén WC és fürdő. Ennyi. Ja, megvan a kérdésemre válasz. Az egész jobboldali szárny az női volt. Igen, Róbert János, Győző, János, ez volt a férfi öltöző. Látszik is, ugye a nőknek kétszer ekkora volt. Ugyanígy öltözök, WC és fürdő. Na, akkor megkaptuk el is a választ. Na, szóval akkor már csak annyit kell, hogy megfogom a kettő oklevelet, és kimászok az ablakon. És akkor vége. Thank you.
kerítésmászásban jó vagyok. Na, ennyi lett volna a videó, sikeresen kijutottam a gyárból. Itt vannak az oklevelek, elhoztam. Megmentettem őket, remélem tetszett a videó. Én baromi élveztem. Hú. Pár nappal később éjszaka is visszatértem a gyárba, megnézni a még be nem járt helyeket. Túl nyomás, túl meleg. Kompresszor 1-2. Ezt sem használták. Hűsítő habokból. Egy hévízi Riga húsipar hűtőgépház. Orfű. Talán ez is itt van. Még egy hévíz. Virenze. Hűtőgépház. Ez pedig 2001-ből szintén.
ugye, ahol ez a nagy futószalag ment. Ezt eléggé szétkapták egy hét alatt. Azért az elmúlt 5-6 napban elég szépen látszódik, hogy haladtak a bontással és a szerkezetek leszerelésével. Jut hozzájuk. Nagy Tímea és Posta Krisztián.
irodai kellékek. Minden adott egy igazi irodához. A közel 100 éves gyár egységfény korábban nem csak Európa szerte terített árut, importált Japánba, Kínába, Oroszországba, de még az Egyesült Államokba is. Miközben készítettem a képeket a bontásról, egy volt húsgyári dolgozóval is összefutottam, aki ezt mondta nekem. Ez a gyár így már semmit nem ér, mindent kiloptak belőle, viszont a piaci űr, ami utána marad, az valahogy majd be kell tölteni. Hozhatják majd befelé a sok külföldi szemetet. Egy biztos. Ha lenne egy Hogyan kell tönkretenni egy nemzetközileg is elismert gyárat című könyv, az első fejezete biztosan a kapuvári húsgyárról szólna. Na gyerekek, ennyi maradt a kapuvári húsgyárból. A tábla, ami kint volt a húsüzem tetején, ami hirdette, hogy itt valaha kapuvári húsgyár volt, az most itt valahol a földön összegyűrve. A gyár területén jelenleg szabad időpark épül. Ha tetszett a videó és szeretnél még hasonló tartalmakat látni, akkor légy támogatónk itt a YouTube-on. Premier előtti videókért és extra tartalmakért csatlakozz a csatornatagok közé, vagy látogass el a Patreon oldalunkra.